Ember, de ember, nem, ne, ne üzzétek már! Ez egy gépes rész, mert ő csak nem tudom, hogy luxusában miért van régi gép. Azért már régiség gyűjtenék. A múzeumot építünk, a házat el kellene dönteni. Szóval összességében oda kell egy ilyen 10/8-at. Na, tiétek akkor 10/4, nyertünk. Sárcok, köszi, hogy itt vagy! Nálom mindenkinek, sziasztok, sziasztok, Csöjtani vagyok, és itt vagyunk egy vadonatúj videóban, sziasztok! És ebben a videóban nem másunk csinálni, mint egy őrült menő modern ház építő kihívást. Szóval srácok, készen álltok? Na, nagyszerű, elhoztam nektek... Nem, ilyen nullában voltam. Szóval elhoztam nektek három tökéletesen bohamentes, korcsmentes és mindenféle büdösségmentes állatot. Magadra beszélsz? Hogy meg? Ember. Na, szóval itt van Husi, Kis és Husi. Sziasztok! Hello! Amik gondolkoztok már azon, hogy hogy jött az, hogy van... Husi meg Husi, tehát mind a kettőnek Husi a neve. Semmi különbség nincs köztük kell. Nem vagy kreatív a moszkák nevével. Tényleg. Szóval minden is látszik, de tudjátok, hogy ő a kék Husi, meg a narancs Husi, szóval így, ez, így megkülönböztetjük, ennyi a lényeg. De nagyon fontos, srácok, hogy egy lájkkal már most biztosítok, mert ezzel lájktan jön a következő rész. És srácok, a csapatok hogy fognak kinézni? Én leszek a egyik csapatvezető, másik Kis. Kis, válasz valakit. Husi. Jó, enyém meg Husi. Egyen a kék. Egy perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz, nálad tüvegére, ugor cica az egére. A narancs jó... Cica az egére, fúj! Jött egy busz, vagy van tovább? Benne ült egy vén krampusz. Ennyi? Vagy van tovább? Akkor Husi. De én a kék Husit, akkor én akarom a kék Husit. Hát... Mondok-a. Alapból ezzel kezdtem, egyéb a kék Husit, meg így egy perc ki... Megkérdeztél, bro! Jó, oké. Én mondtam, hogy a Husi, oké, Husi, akkor te választasz, kivel szeretnél lenni? Legyen Hos Kissel. Jól van, akkor leszek narancs Husival. Gyere narancs Husi, szétverjük őket, nem érdekel. Na jó, figyelj Husi, nem fogunk csalni, nem fogunk most semmi rosszat csinálni, csak nyerni, oké? Okay? Ez már elég nagy csalás, mert mi együtt vagyunk, a kettő legjobb építész itt a szerveren, érted? Összecsap. Na, szóval, figyelj tesó, valami csapassunk, valami őrült brutálisat, érted a rizzem? Mi? Kvarcból, mert ez a luxus. Igen, pontosan. Kvarcosat kell csinálni. Jó menő kvarcokból ígyni. Nagyon jó választás. Jó, figyelj. Nem, négy kézetes van, milyen legyen. Tesó, figyelj, amilyet akarsz, jó? Én tudom, mit, én itt megvárom, hogy te miért akarsz elkezdeni, meg majd így segítek, jó? Oké. Na, csináljunk valami tényleg őrült brutál menőt. Én azt mondom, legyenek rajta ilyen, nem tudom, fekete üvegek, az ilyen alapban ilyen luxinak tűnik. Igen, fekete üveggel csináljunk, de elsütéket be. Jó. Oké, és olyanból lesz. Jó, itt van a fekete üveg. Nézzétek, srácok, így fog kinézni. Ez megy alapból nagyon jóló, szerintem. Jó, oké, menő. Hogyan? Jó, Husi, figyelj, nem tudom. A lényeg az, hogy nagyon luxinak kell igazából, hogy kinézzen, szóval legyen mindenképpen emeletes, legyen rajta terasz, legyen rajta medence, minden durva dolgot csináljunk meg, amit csak tudunk, de, ja. Lomjuk! Gyere! Húsos tészta, és építsünk egy modern házat. Tudni a modern háznak a lényeg, hogy úgy néz ki, mint hogy csak telifosták volna. Jó. Na, várjál. Na, hogy kell kezdeni? Először is kell nekünk egy ilyen plac, ilyen a sötét fából, várjál, hol a sötét fa, plank, hol a plank, itt a plank, figyelj. Nézd, mutatom. Ez lesz így a... Nem. Még nem érted, várjál. Így nézd, ez csak így csináld így végig, te is. Úgy. És várjál, figyelj, úgy fog indulni a maga az egész ház szerkezet. Hogy itt van hol a kvarc, meg kell találnom a kvarcot, így. Nézd, itt van, nem úgy. Mi? Ja, mindegy. Na nézd, így. És figyeld, mindjárt most jön az egy jó része, hogy ez itt feljön, és itt így arrébb jön, és így érted, így fog haladni a ház, így össze-vissza. Tehát erre is van, aztán lesz egy... ilyen rész igazából mondjuk akkor így innentől.
Nem, az itt tényleg nem néz ki jól. Akkor... Bár de, jól néz ki, csak én vagyok hülye. Inni. Addig akkor ezeket megcsinálom, gyors. Jó. Azokat így fedjük be, meg kell majd ugye összekötés hozzájuk. Jó, így, rendben. És akkor itt lehet egy ilyen kis erkély része az egésznek. És akkor ez így összeköti, ez a fa. Nem, az nem köt össze semmit, nézd. Nézd, így. Okay, így lehet majd oda menni. Okay, úgy tervezem, hogy lesz egy ilyen blokk része, egy ilyen egy blokkos rész, és utána ilyen hosszú lesz. Jó, nekem jó lesz. Na, figyelj, nézd le, elmondjuk majd így itt a bejárat, jó? Én azt mondom. Valahol majd itt fog szépen így kezdődni. Okay, és itt is lehetem, hogy még egy ilyen plusz ablak, csak hogy menő nézzen ki. Jó, és majd itt még majd így akkor még megyünk így beljebb. Én azt mondom, hogy amúgy lehet az, hogy egy kicsikét így ilyen nem is ilyen full kocka alakú legyen, hanem tényleg ilyen változatosabb. Mondjuk így valahogy, és akkor majd még úgyis lesz még ennek ilyen teteje. De nem is kell, hogy ilyen nagyon tényleg óriás legyen, csak inkább tényleg ilyen dizájnos. Szóval mondjuk legyen valahogy így. Ez így neked tetszik? Na, ebben majd sem majd mozitermet, meg minden durva dolgot, ami egy ilyen luxus házba kell, hogy legyen. De majd úgyis kitaláljuk. Na, srácok, mi addig itt csináljuk szépen az ilyen oszlopokat neki. Úgyis kettő emeletes lesz, majd bőven lesznek dolgok, amiket majd be tudunk majd rendezni. Igazából itt nagyon nagy része majd úgyis a rendezésen múlik szerintem, de majd meglátjuk. Na, így, ni, bám. Jó, itt lehet akár egy nagyobb ablak szerintem. Így ide mondjuk. Jó, oké, és... Ide meg ugye szoktunk így ilyeneket rakni, mert ez így nagyon jól néz ki. Jó, oké. Errefele is majd lehetnek ablakok. Figyelj, Husi, folytasd így kívülről, addig meg sem a belsét. Jó, elkezdem csinálni. Oké. Szóval én mindenképpen azt mondom, hogy legyen rajta ilyen nagyon menő fekete ajtó, mert ez alapból jól néz ki. Az alja legyen ilyenekből legyen talán? Amúgy lehet így ilyenekből. Hát, lehet, hogy az már túl ilyen izé lenne, legyen inkább ilyenekből egy az alja. Jó, az így menőn néz ki. Egy-kettő meg majd lehet majd másmilyen. Jó, így né, és akkor féljetek srácok, csak hogy tényleg gyorsabban haladjunk. Előveszük a szuper baltát és per set words. És már meg is vagyunk, nagyon király. Oké, és el kéne választani lehet egy szobákat, hogy legyen ilyen jó nagy nyílt. Legyen ilyen jó nagy nyílt, amúgy az menő ilyen egyben nappali meg minden. Ez nekem így tetszene. Jó, legyen itt valami őrült nagy ilyen tévézős szoba. Legyen itt egy őrült nagy tévé. Jó, meg legyen egy valami nagyon menő ilyen kanapé. És oda belőle meg vár el. Így akkor itt lehessen így feljönni. És akkor itt átmész. Itt is körbe van rakva. Ne. Azt ne. Úgy. Mert nézd, ez így lesz. Itt közte így ki lesz hagyva, így mintha levegne. Látod? Ja. Hát a modellázok azok tipikusan ilyen minimalista, az max ilyen dizájnokat használnak. Na, várjál. Így, király. Oda egy ilyen kis részt kihagyunk. Addig azt megnőbbítöm ezt a farészt. Micsodát? Ezt a kis farészt. Ne, és akkor így nagyobbat tudok csinálni. De nem, jó, ez így jó, ez így király, még úgyis be kell rendeznünk, majd az el fog tenni egy év. És amíg ezt mi berendezzük, addig az gatya lesz. Na, várjál, jó, menjen így. Ja, de nem, mert akkor még nem szimmetrikus, hogy rohadna meg. Jó? Addig beteszem az ajtót, jó? Tegyed. Ajtót. Mi? És akkor ennek is így a tetejét befedjük. Ez? Hát? Hol? Mit? Itt az ajtó, itt az ajtó. Egyel kijel nem tudod tenni? Egy. De, csak olyan. Ja, de várjál, ez nem jó. Akkor innen lehetne bejönni, és akkor jó. Mert, érted, nincsen akkor közepe, de így viszont van közepe, látod? Aha. Tehát így szebb. Akkor itt lehessen felmenni, várjál, ladder. Van ilyen fehér ladder. Bocs. Így mi? És ide is lehessen így felmenni. Hovára néz, ide üveget rakjak? Már hova? A luxusházak az... Mehet üveggel, jaja. Nem tudom, én is most várjál. Elkezdem szerintem most akkor az erkét várjál. Fence. Milyen izék vannak?
White Fence, ez jól néz ki. Ezt adom. Ez fehér. Amúgy most már a luxus, ezek mindig fehérek. Hát mert nem tudom, mondom, az ilyen tisztaság szimbolikus jelképe. Már üvegajtó, van azt hiszem olyan, hogy üvegajtó. Hogy ne lenne üvegajtó, itt is van. Ebben a módokban minden van. Az biztos. Na jó. Így né. Már van nekünk olyan, hogy lantern. Van nekünk olyan, de akkor már kék lantern, mert az mennyire menő. Jó? Így né. Úgy jól néz ki, adom. És... itt ez a rész, ez legyen mondjuk egy nem tudom. Nem, ez az ilyen fürdőszoba, amink nem a közös, ennek kellene lenni a fürdőszoba, akkor ez legyen egy ilyen, nem tudom, ez az alvós szoba, akkor ide rakok ágyakat. Bed. Jó. Hogy mondod azt, hogy rossz ágy? Bed, bed. Aha, hát bod bed. Hát bed, bed. Így, és várja oda egy ilyen polc, bedside kabinet. Hé, király. Ez is legyen ilyen dioritból, vagy milyen szar ez. Akkor néz. Ez így össze-vissza. Hát de... Az alsót, azt kicseréljük. Vagy mit? Ez órát így. És akkor, izé... akkor nézd, fordítva. Fordítva. Nézd, ennek a tetejére rakd az órát. De az másik irányba nézzen. Az egyik kapja az órát, a másik meg a vizét. Így, látod? Mekkora királyság. Jó, ilyen nagyon menő fekete bútorok lesznek, mert az alapból ilyen nagyon luxi. Jó, és mondjuk nem is ide rakjuk, hanem akkor mondjuk inkább így ide valahogy. Csak az ablak azért az látszódjon, mert ez túl menőn néz ki. Jó, oké, és így néz ki a tévé, amúgy ez szerintem jól néz ki. Jó, még valamit még így ide rakunk mellé, csak hogy ez is így dobjon így a hangulaton. Még rakhatunk le egy kicsit ilyen más színű polcokat, én azt mondom. Jó, rakjunk le mondjuk valami... Rakjunk le egy kicsikét így ilyeneket, hogy valamennyivel egy másabb legyen. Jó, rakhatunk le egy ilyen lámpát, csak hogy ez is valamilyen feldobja. Mondjuk egy lávalámpát, igen, Mizu? Van egy ötletem, szerintem régi, szóval így fel lehet menni, és ott van ilyen jacuzzi. Jó, igen, én is olyasmit akarok, meg majd akarok majd ilyen tetőtért, vágod, ilyen full, nem tudom, üres, tehát így fent így a teteje, ilyen üres tenyen, érted? Ilyen balkonnal, vagy? Aha. Oké. Okay. Na jó, ez így szerintem hogy nem rossz kezdés. Én keresek olyan nagyon menő kanapészerűt, hogy azért még ezt tudjuk még díszíteni. De most ez nem feketéből lesz, hanem ilyen bézsből, ilyen igazi elegáns lesz konkrétan. Figyeljetek, srácok, valahogy... Majd bejártasz, majd van egy ötletem. Na jó, oké, csinálj nyugodtan. Jó, legyen így valahogy. Új, ilyen kis sarokkanapé és meg minden, ez nagyon epikül néz ki. Jó, oké, és úristen, ember tényleg rendesen full luxi. Na jó, oké, és hol legyen itt a tető, mondjuk legyen mondjuk így szerintem itt így valahogy. Jó, oké, és ezt itt szépen így végigrakjuk, de ebbe is még valami formát majd lehet, hogy majd fogok majd belerakni. Csak hogy menőben nézzen ki. De addig ezt így szépen így végigrakjuk, jó, nagyon király. És hát igazából amúgy rakhatunk bele ilyen kicsit ilyen menőbb dolgokat. Mindegy, rakjuk így végig. Na jó, srácok, legyenek ilyen nagyon menő lámpák így a tetején, ilyen igazi komoly lámpák konkrétan, nem ilyen átlagosak. Csak hát ezt is ilyen szépen így dizájnosan kéne azért így lerakosgatni. Legyen szépen így itt így a sarkokban, meg minden. Így jó, nem mondom rossz, oké. Oké, és király, ez így pont kijön. Jó, ide is rakunk szépen így kettesével. Jó, nagyon király. Meg mondjuk akkor így ide is rakhatunk. Mondjuk itt a tévéfőn nem nagyon tudunk, szóval legyen így. Jó, és valahová ide kéne majd csinálni talán a lépcsőt. Azt így el is kezdem szerintem. Stairs. És szépen itt fogunk felmenni majd a következő szintre. Húsi veled, Mizu, van? Csináltál valamit az úton? Én kabátos dolgot szeretnék ide a bejárathoz. Ja, jó. Oké, csinálgass, jól van. Én addig megcsinálom itt a feljárót. Na, még ezt itt még kiszedjük, és amúgy akkor szerintem pont jó lesz. Oké. Oda még, hogyha oda fér, légy cirag le. Légy cirag le.
Jó, oké, és leengedtelek, nagyon jó. Szóval srácok, itt van a feljáró, itt lesz a második szintünk. Nézzétek, várjátok, úristen, nem, nem, nem jó rakta le. Ah, jó, nem baj, akkor, akkor viszont csak ilyen lesz, így szépen itt fel lehet jönni. Oké, ilyen és itt kezd... Ilyen is elég sok vagy. Mi? Na, én nem tudom, mindegy, szerintem jó, azért nem rossz ez. Figyelj, csináld meg a... Kezd el a második szintet, Husi, oké? És mondjuk csinálom itt lent a konyhát. Kell ide valamilyen... Hát nem, ez még ilyen beltéri legyen. Itt fent legyenek az ilyen hálószobák meg ilyenek, utána lesz majd az ilyen külteri. Viszont ami nagyon menő erkét csinálhatsz majd, jó? Na srácok, addig viszont csináljuk szépen ide lentre a konyhát, hogy az is valahogy kinézzen, meg majd rakhatunk le nagyon menő kocsikat, meg mindent, meg ilyen repülőteret, meg minden durva dolgot, amit csak el tudtok képzelni. Viszont valami nagyon menő konyhát össze kéne dobnunk előtte. Jó? Lámpának. Az alsó szint legyen, ez a gamer szoba. Jaj, az alsó az lehet, bár nincs sok hely rá, de nem baj, megoldjuk. Jó, így né, ide rakok le egy-két ilyen széket, ami ilyen, nem tudom, ilyen kiülős szék. Modern chair. Ne csinálj, ennyi elég lesz már. Mert tudod, nem is szabad túlzásba vinni. Az sem modernes. Jó, ide is kellene egy ajtó. Lehet szerintem mondjuk, akkor ennek egy ilyen az a vas változata. Csak akkor kelleni fog hozzá a gomb. Így, mi? Tényleg alsó szint, akkor meg legyen a konyha, ugye? Nem tudom amúgy. Szerintem a legalsó szint, ez szerintem legyen a legalsó szint a gamer szoba, és ez legyen a konyha, és nem, hát bajom, az nem annyira jól néz neki. Hát de, nem tudom. Jó, akkor legyen itt a izé. Csak ide mondjuk, hát jó, hogy én megpróbálom valahogy a konyhát összehozni. Fridge. Counter. Stove. Meg mi ennek a neve? Nagyon kicsi szoba. Micsoda? Jó, kicsi a szoba. Hát. Nincs mit tenni sajnos. Ekkora a helyünk, csak várjál, hogy... Ja, oven, oven. Így mi? Legyen így itt. Ott meg nem tudom, mikro... Microwave. Vagy. Blender. Meg nem tudom, mi van még. Toaster. Toaster. Jó. Király. Jó, itt van minden, mit csinálsz? Várjál, hol nincsen. Mit csinálsz? Lesz egy ilyen kis szoba a része, hogy a gamer szobának. De mi van? Mert hogy túl kicsi mindenhol a hely, és akkor itt megcsinálnám, nézd így. De azt, hogy ne, hát akkor már nem lebeg annyira, az, hogy hagyjad ott, jó az amennyire, nem kell egy teljes gamer szoba, rakjál le pár gépet, azt szavaz, nem kell. Három monitor, meg itt, de hát amúgy meg hogy ne lenne helye, ha hülye vagy? Ha itt van. Nézd már! Jaj, hoppá, várjál. Rajta van a izé. Megfogod és így, bro. Ennyi. Ott van. Ide fér a három monitor. Jó, de kettő monitor, kettőnek kell. Milyen kettő? De miért kellene kettő? Ki mondta, hogy ez két személyes ház. Tökéletes. Még egy PC-t rak le mellé, egy széket, stb. Itt tudom én. Ide lentre. Várjál. Jó, oké, és vannak már amúgy így ötleteim. Legyen valahogy így szerintem. Hát nem is, ide kéne valahogy csinálni szerintem inkább. Jó, rakjunk le így ilyeneket, igen. Rakjunk le ilyeneket. Rakhatunk le ilyen menőbet is, azért, hogy úristen, ez jól néz ki. Oké, itt ezt szerintem ezt a üveget innen kiszedem. Itt kicsikét hosszabb hely legyen így a konyhának. Jó, oké, és rakjunk le szépen így ilyen polckat itt fentre. Jó, itt lesz a nagyon menő örült nagy hűtőnk, itt lesz valami random kis polc, itt fent lesznek ilyen tárolók, lesz egy ilyen, úristen van, nagyon menő mikró, amit mondjuk berakunk így ide egy beépítve szépen, de menő. Jó, és legyen még egy ilyen, egy ilyen szagelszívó ember, vagy mi ez ilyen izé elszívó, nagyon jól néz ki, oké, és még de bentre még rakhatunk egy ilyen mosogatót, Jézusom, rendesen igazi konyha lett, srácok, nekem nagyon tetszett, nagyon jól néz ki. Jó, kéne egy ilyen nagyon nagy, ilyen ebédlő,
asszalt leraknunk, csak hogy azért az is legyen. Jó. De mi van egy kis gond? Na, Mizu? Itt a lépcsőnél lehet, hogy nem lesz ablak, hanem lehet, hogy itt lesz a balkonnak a kiárója, mert ide nem lehet rakni falat. Jaj, de nem nagyon lehet így feljönni, az a gond. Hát de miért ide akarod rakni a... izét? Cuccat. Nagyon van, srácok, itt kint lesz még egy ilyen nagyon menő kis terasz rész, ilyen kis kiülő rész szépen. Jó, oké, és ide szépen ezt így megcsináljuk. Jó, lesz itt, tehát kicsiket amúgy csináljuk akár egy hosszabbra, csak hogy tényleg legyen ennek így izéje. Jó, és majd csinálok mindjárt ide ilyen kis terasz rész, részes valamit, ilyen kis oszlopokkal, nézzétek, így ezzel szépen így megcsináljuk. Jó, és erre amúgy akár ki is meheti a tető, hogy ezt is így szépen így elfedje, és ide ki lehet szépen ülni. Nagyon jó, így né, bum, oké, és rakunk ide kanapékat, össze-vissza ilyen szép kis ilyen ülőket, ülős dolgokat, jó. És de középre rakunk ilyen kis asztal, csak valami alacsonyabb asztal kérem, mert ez nagyon magas. Ez talán lehet, hogy jobb lesz ide, vagy megnézhetjük, megnézhetjük még ezt, mert ez nagyon jól néz ki. Ha ez de férne, ez jó lenne, de lehet, hogy nem fog. Szóval inkább akkor rakjuk mondjuk valahogy így. Jó, ez amúgy menő néz ki, ez még tetszik is. Oké, és amúgy szerintem ez eléggé menő. Én azt mondom, hogy ez már eléggé menő. Raktunk rá ilyen kis gyümölcsöket. Mondjuk ez pont nem félre, mert lebegni fog. Mindegy, nem baj. Akkor ide bentre, úgyis kéne ide is azért egy ilyen kis konyhaasztal, vagy valami, ahol eszünk. Talán ez mondjuk lehet akkor így. Itt én így azt mondom. Jó, legyen itt egy ilyen kis nagyobb asztal. Jó, oké, legyen jó nagy. Oké, és rakjunk oda székeket. Rakunk ide ilyen nagyon menő ilyen kis antik székeket, amin tudunk majd szépen kajálni. Nagyon király. Oké, és ezen fognak menni majd a nagyon menő családi ebédek. Jó, oké, srácok, rakunk rá még ilyen kis gyümölcsöket, így mindenkinek, hogy azért legyen mit tenni kajálni, meg ilyesmi. Rakunk le ilyen sajtokat. Úristen, rakhatunk le mindenfelé majd ilyen automatát, mondjuk azt most nem annyira akarok, de mindegy. Jó, rakhatunk le ilyen, nem tudom, szülinapi tortát, meg ilyeneket. Jó, igazából amúgy viszont nem menő néz ki, jó, ez tetszik. Na! Szóval, ide rakunk még egy ilyet, csak hogy ez is jól nézzen ki, meg egy ilyen kis kenyeret, hogy itt szeletelünk éppen. Na, én azt mondom, hogy az alsó szint eléggé szépen meg lett csinálva. Itt van egy ilyen kis kiülős, erkélyes rész is, meg minden. Tudjátok, amit rakunk le, úristen, ezt nem tudom nektek, srácok, ezt el meg akarom mutatni. Rakunk le egy ilyet, meg egy ilyet, mert ezzel nagyon durván menő fog kinézni, nézzétek. Lerakunk egy ilyen fáklyát ide egy mögé, és rárakjuk a képgeretbe ezt, és konkrétan olyan, mint hogy ilyen kis tartója lenne. Ez nagyon imádom, ez nagyon menő néz ki szerintem. Így né, bam, és ezekkel fogunk itt kint világítani, mert ez túlságosan OP. Na, valahogy így, jó, menő. Szóval, ezzel is szerintem meg vagyunk. Jó, Husi, te hogy állsz a tetőtérrel? Husi? Csinálom a mindent. Jó, oké, és... Ezért ezt megtöltöm. Jó. Oké, hát ez a konyha rész, ez így kb. Rendben van. És itt lehet a... Vagy várjál, figyelj, még jobb ötlet. Ide kirakod a gamer ezért cuccokat. De még amúgy ne azt a széket használod, ez egy szutyogszar. Ez a fajta, ez sokkal jobb, ez az office chair. Várjál, gépek. Vagy ez... Miért nem tudom legjobb? What the fuck? Na. Én nem tudom. Jó, most már én is nem tudom, valamiért bevagolt az előbb. Jó, így né. Oké, itt lehet a gamer, várj, a PC-t is áthozom. És ide meg... Ne. Hogy volt? Az ott ne legyen. Nem tudom, hogy volt. Így. Hogy... Fingom csak ez. Úgy volt. Így volt? Nem pont így. Jó, az úgy, hogy sokkal egyszerűbb átmenni, és akkor itt a gamer szoba helyett, hogy legyen WC, itt lesz a WC, meg a fürdő. Szerintem eléggé király. Na jó, hát akkor, nem tudom.
nézzük meg igazából többiek mit csináltak. Na srácok, amíg Husi rendezi a másik szintet, addig én megcsinálom a tetőt is. Itt egy nagyon durván menő medence lesz, legalábbis ez így a terv, meg az elképzelés, ilyen napágyakkal, meg mindennel. Remélem, hogy működni fog így az elképzelésünk, de majd mindjárt meglátjuk. Itt legyen egy ilyen kis menő, ilyen kis kijárat, ide ki lehessen így jönni. Jó, legyen így mondjuk, oké, és ide szépen fel tudnak jönni az emberek. Igen, és ide szépen, valahol itt lesz majd a menő kis medencénk. Jó, ide szépen így rakjuk így végig. Oké, király, nagyon jól néz ki. Amúgy nagyon durván jól néz ki. Oké, és rakunk ide ilyen kis üveget, hogy ki lehessen látni konkrétan, meg így nézni. Ez is szerintem így azért eléggé epic lesz. Ide nem kell a szélre ilyen fél üveg, ez nagyon nem néz ki jól szerintem. Szóval ezt így gyorsan kiütögetem. Így né, bum 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 bum. Jó, és végrakom ilyennel, csak hogy ez is egy kicsit így hozzáadjon. Oké, és így is fog nagyjából ez így majd kinézni. Ezt itt még itt beizéljük. Jó, királyság! Na, srácok, megvan nagyjából így a tetőtér. Itt lesz az ilyen kis medencés rész. Oké, és lehet, hogy ezt még kicsit feljebb kell talán húzni, hogy még menőbb legyen, de tudjátok, itt mindegy, jó ez így. Na, rakunk le szépen ilyen szános bedeket, vagy nem is tudom miket. Féltek ilyen napernyős cuccokat. Na igen, szóval ilyen beach bedeket, nagyon jó. Rakunk ilyen kis menő ilyet, ilyen napernyőt, meg ilyen menő székeket, amik szépen ide lesznek így kirakosgatva, itt lehet szépen napozni. Lesznek ilyen szép kis napernyők, hogyha úgy van, nagyon király, úristen. Most nem mondjátok azt, hogy nem laknátok ilyen ház, mert szerintem nagyon durván OP, nagyon szívesen laknék itt. Na, rakjunk ilyen picike kis izéket, asztalokat. És ezen is majd lehet majd szépen így az ilyen limonádét lerakni, meg ilyesmi. Figyeljetek, rakjunk le ilyet, ehhez is rakhatunk le amúgy valami kis széket, hogy lesen ülni. Rakjunk le mondjuk valami ilyen széket, jó, ez is az ilyen kis nyaralós szék szerintem. Jó, itt lehet így ülni, lerakunk ide ilyen limonádét, meg mindent. Nézzétek, várjátok, rakunk le ilyen plétet, ami a tányér. Nagyon király, mondjuk ez, nem úgy, de ez jól néz ki, jó? Királyság, és rakunk rá limonádét, nézzétek? Jól néz ki, királyság. Na, srácok, ez lesz így ott a fenti rész, a ilyen kis medencés rész. Várjátok, még kéne trambulint lerakni. Trambulin, ez nagyon-nagyon fontos, lehessen itt fent szépen trambulinozni. Jó, nagyon király, itt lehet szépen ugrálni, össze-vissza is így ellenni. Jó, és rakhatunk le még esetleg ilyen ugródeszkát, de ez nem tudom pontosan, hogy hogy van. Húsítatod, hogy hogy van az ugródeszka? Jump, hát nem látom. Mindegy, nem baj. Srácok, szerintem ez is így azért eléggé OP. Húsi, amúgy látom, elkezd eléggé szépen berendezni a menő kis ágyas szintet. Egészen jól néz ki. Látok, feljövök a másik emeletre. Ugye kicsikét így folyik be a víz amúgy. Ezt talán így meg tudjuk amúgy állítani, hogy azzal, hogy mondjuk ide rakunk még egy ilyen plafon szintet. Én így azt mondom. Mondjuk csak így erre a részre, így a biztonság kedvéért. Amúgy még lehet azt mondani, hogy az ilyen dizájnos is direkt van így. Jó, oké, és így mi? Király, és itt lesz majd szépen is a feljárat. Jó, amúgy az így direkt van, így az ilyen dizájnos. Na, srácok, menő néz ki szerintem, még ide még rakunk. Jó, oké, és szerintem király lett, Husi, elégedett vagy? Igen, csak még ide rakok egy széket. Ja, oké, még ezt a részt egy kicsikét befejezed, de srácok, kész vagyunk, nézzük meg, hogy Kis és Husi vajon mit hozott össze, és nézzük, hogy vajon Dani Husi vagy Kis és Husi nyer. Na nézzük meg, hogy akkor Husiék mit csináltak, szóval itt van a... Úristen, mi az Isten, de... Jézusom. Ez modern. Srácok, én értem, hogy modern, de... Ez ilyenek a modern házak. Úgy tényleg ilyenek. Ember... Ilyen architektúrások, meg gravitáció, meg ilyenek. És ebbe laknál őszintén? Hát most hogy berendezzük? Mi a egyedül? Ez egy személyes. Ja, itt gépezel konkrétan, nem tudom. És így mindenki néz téged. És simán átmész a mozgóba. Te is játszol most, és mindenki néz. Több tízezeren néznek. Jakobot, meg mit is ez? Álszentked! Nem. Itt az alvás, és itt meg... Jó, ez mennyi idő volt? Őszintén 5 perc, vagy mennyi idő, de tényleg? 12-13 perc. Jó, na jó, van, gyertek, nézd meg akkor a milyenket. Itt van a mi kis luxus apartmanunk, parancsoljatok! Na, várjál, mi a videó címe? Hát mi, modern ház. Ja, akkor ti nem luxus, jobb? Hát mi? Jó, modern, okay, tök minden. Menjünk tovább. Modern, egyelőre fehér. Ilyen székeket modern házakban nem találunk meg, ugyanis nagyon ércesek, és túlságosak a részletben. Tiedek milyen?
még ma nincs is szék. Szóval... De ember, ember, de ember, nem, nem, nem ízzétek már! A kenyérnek a végén, vagy mi tetején van egy ilyen vágás, ez nekem annyira nem tetszik. Húsz penészes? Ja, ti értek be, kenyér sincs, ember, ilyen halnak a kenyérbe mennek. Igen, 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 mert egészségtelen, túl sokan a koleszterin szint, meg a mit tudom én mi. A TV menő, az ágymenő, a gépes rész menő, csak nem tudom, hogy egy luxusházban miért van régi gép. Azért mert a régiség gyűjtemény, gyűjtemény. A régiség gyűjtemény, és ez a medence amúgy elég jól néz ki, meg tetszik az, hogy az ilyen füves rész, meg hogy itt van ilyen limonádé. Szóval összességében adok el egy ilyen 10/8-at. Na, tiétek akkor 10/4, nyertünk. Srácok, köszi, hogy itt van. 10/1000 milliárd, de milyen tüzé, végigrúztoltanak, tudok egy jó értékelés. Srácok, 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 kommentbe írjátok, hogy szerintetek ki nyert, úgysem mi döntjük el. Szóval ez dönt majd el mindent. Srácok, köszi, hogy tudok ebben a videóban, remélem, hogy tetszett, hogy igen, igen, akkor nyomjátok egy like-ot, és sasszok fel, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok. Sziasztok.